A Jászberényi rendőrkapitányság indított nyomozást, miután olyan információ jutott birtokukba, hogy egy jászapáti nő kábítószerrel kereskedik, melyet ezer forint per adagáron, főként helyi lakosok körében értékesít, ráadásul alkalmi vevői között 18 év alattiak is vannak. A jársági rendőrök jól megtervezett és összehangolt rendőri intézkedés keretében csaptak le a kereskedőre, miután lakásán épp egyik vevőjét látta el az általa árusított szerrel. A nyomozók a vásárló ruházatában alufóliába csomagolva 11 gram fehér színű, kábítószer gyanús anyagot találtak. A kereskedő lakásán kutatást tartottak, melynek során 48 darab alufólia pakba kiporciózott összesen 28 gram fehér színű, kábítószer sport, Egy darab mérleget, két darab mobiltelefont és a vagyon visszaszerzés érdekében 409 ezer forintot és 98 g aranyékszert foglaltak le. Az elsődleges vizsgálatok alapján a gyanúsított lakásán talált fehérpor n etil buhedron, valamint n etil hexedron HCI vegyületet tartalmaz, amely új pszichoaktív anyagnak és kábítószernek minősül. A nyomozók az 57 éves nőt két rendbeli új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet, és egy rendbeli kábítószer kereskedelem büntet megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbevétele mellett előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.